A 16. Az ellenfél Yvon Durelle egy kanadai halászlegény, mégpedig igen kemény halászlegény. Hát most nagy halat fogott ki, szó se róla. Világbajnoki mérkőzésen? Félnejésű világbajnoki mérkőzésen. Olasz világbajnokságot. Kétszer visszavágási lehetőséget adott Maxinnak, mind a kétszer ő győzött pontozással. Utána 53-ban és 54-ben voltak ezek. Még hétszer megvédte a bajnokságot. Aztán 55 Marciano. Hoppá! A bal jobb egyenes! Viszont talán egy hatalmas... Jack Sherky a vezetőbíró volt, nehéző világbajnok. Igen, és Montrealban rendezik a mérkőzést, Sherky számol. Meglepték hát alaposan Moore. Hát meglepetés volt. Egyébként ugye Moore nagyon ütésállónak számít, ráadásul ő a súlycsoport legnagyobb ütője. Egy jó védekező volt, nagyon jó védekező. Hát ez nem volt egyetlen sérülés az arcán. Egész pályafutása egész során. Pályafutása. Most azért egy duzzanat ott lesz. Hát ez a duzzanat mondjuk az... Szóval olyan, ami meglátszik, olyan sérülése nem van. Viharosan támad Yvon Durelle, hát ha le tudja teljesen bombázni Moore-t. Hatalmas sorgot. Balhoroktól megsérült, már előzőleg megvolt. Érik a meglepetés. Ebben az harmadik padló. Egy iszonyatos jobb kezdődő, pont belelépett az öreg. De szinte lerohanta őt Durelle. Hát mi lesz még itt? Na most ebben az időben még csak addig támolt a bíró, amíg a versenyző térde el nem hagyta a talajt. Úgyhogy azért volt az előző, nem volt 8 órás számolás, hanem rögtön ment tovább a meg. Azonnal megpróbál törleszteni Moore, de nagyon ingatag lábakon áll. Teljesen megszédült ezektől az ütésektől Moore. Igen, hát ebben a kagyló fedezékébe menekül, és az a, igen, a Forman is el, akinek az első edzője, profi edzője volt, az öregkori profi edzője volt. Igen, ugye Moore ült a sarokban, amikor kikapott Forman Alitól. Igen. 74-ben. Igen. Ki bírja a menetet, Archie Moore? Hát ez a nagy kérdés. És ez egy... Eddig egy nagy dráma. Ezt nem várta senki. A kőkemény halászlegény. Itt már keményen ver vissza. Véget ért a menet. Aztán a bocsánat, hogy kérérte. Szép, jobb egyenes. Ez volt egy jó baljobb összetétele. Szépen hajolt le. A box világszövetség, mert inaktív volt, nem akarta megvédeni a címét. Igen, de azért még boxolgatott egész 51 éves koráig. 64-ben vonunk, mint 51 éves korában. És akkor még Cassius Clayként mozgott a ringben. Kiitt a Pettersont is 56-ban Archie Moore. Igen, sajnos túl gyors volt hozzá a Petterson. Nem a nehéz sűrű, akkor nem tudott elbánni. Összesen 222 meccse volt a profik között. Pont és 145 KO, ez az a mai napi rekord, rekord ebben a kategóriában. Igen. Igen. Sőt, talán a világon is a nagy versenyzők között. Most a lassú felőrlés időszakát látjuk. Ott van állandóan, ügyesen védekezik, és főleg test. Szépen csendesen kezdi átvenni a kezdeményezést Moore. Igen. Bal egyenesek mögödre a vállába, válgödrébe. Kiváló egészségnek örvend Yvon Durelle. Moore pedig 98-ban hunyt el, 85 évesen. Elbújt Moore egy horog alatt. Balhorog Durelle? Karjával védte balhorgot. Itt már úgy kezd játszogatni vele. Egy jobb kezdet. Találja komolyabban. Igen. De még van erő Durelle ütéseiben. És nincs lelkileg felőről, de még van szíve folytatni. Igen, csak egyre vételenem a feje, baljog. És most jön Moore! Most jön Moore, le is léptetik Durellet. Nem. Egy szóval következzék Archie bácsi, jöjjön a 11. Szép ütés. Nem véletlenül hívták Mongúznak Moore-t. Most már, ez már befejezés. Hát ő mindennek próbált, vezetett is sokáig. Ó, bal jobb. Ajjaj. Ez így már mészár.